Így köszönték meg a Révvár sportcsarnokot a bogyiszlói gyerekek. Már a rendszerváltást követő első sportcsarnok építési folyamatban szerettek volna bekerülni a bogyiszlóiak, de ez akkor nem sikerült. Azóta várták a lehetőséget, hogy gazdagodjon a falu egy csarnokkal. Szeretnék gratulálni ez a nagyon szép sportcsarnokhoz, és a gratuláció mellett szeretném megköszönni a bogyiszlói embereknek a türelmét is. Mondta Horváth István országgyűlési képviselő megnyitó beszédében. Hozzátette, az út egyik állomása a csarnok átadása, a jövőben további sportlétesítményekre is számíthatnak a bogyiszlóiak. Ez a beruházás a magyar kormány részéről 240 millió forintba került, és ez át lett adva a bogyiszlói önkormányzatnak, tehát a bogyiszlói embereknek a közvagyona 240 millió forinttal gyarapodott, de polgármester úrral egyeztettünk, nem állunk meg, van még feladat, és most az óvodai szinten szeretnénk az óvodások számára egy szabadtéri, úgymond ez egy korszerű sport infrastruktúrát kialakítani, ez közel 30 millió forintos beruházás lesz. Tóth István a település polgármestere azt mondta, egy hosszú tervezési és kivitelezési munka eredménye a csarnok, mely egy normál kosárlabdapálya méretű, de több sportágnak is ad majd otthont. Ezt fogják a helyi közösségek kérni, hogy használhassák. Tehát vannak öreg fiúk, vannak futszálos lányok, biztos, hogy észre fogják venni. Van egy floorball nevű játék, amit itt a suliban kezdnek űzni, és minden megvan hozzá. Szerintem az miatt is fogják használni. A csarnok üzemeltetését a település átadta a Szekszárd-Paksi tankerületnek azzal, hogy egy év múlva újra tárgyalják a fenntartói jogviszonyügyét. Zétény első napját tölti a Petőfi Általános Iskolában Bonyhádon. Neki nem újdonság a megújult szép vizesbok, nem úgy, mint a felsőbb osztályosoknak. A nyár folyamán az alsó tagozat 11 vizes helységében munkák folytak. Emellett az alsósok egy új játszótérrel is gazdagabbak lettek. Költségvetését tekintve az intézményünk, az iskolánk csak az általános iskolai tagintézményre 80 millió forintot költött ezen a nyáron. Mondta Kovács Ferenc tagintézményvezető. A felsősök is korszerűbb körülmények között kezdhették az évet. A felső tagozatról sem feledkeztünk el, oda pedig próbáltunk szerezni smart táblákat, illetve interaktív táblákat, nem olcsó pénzért, de nem csak a külső, hanem belsőben is próbálunk megújulni. A nyáron továbbképeztük a kollégáinkat, és a tavaly tervezett Lego, Vidu, robot, robotika felé elmenő technikát beszereztük, és továbbképzésen vettek részt 15 kollégám, és remélem, hogy idén akkor hadisorba állva ezt is tudják alkalmazni a megújulva. A buszjáratokhoz igazították a tanévnyitó ünnepség időpontját Szakcson, mivel ide 4 településről járnak a gyerekek tanulni. Lápafőről, Várongról, Nakról és Szakcsról. De az igazgató azt mondja, így sem iratkozott be elegendő létszámú diák ahhoz, hogy önálló osztályok indulhassanak. Az első, a második, illetve a harmadik és a negyedik osztályokat összevonták. Az idei tanévet 96 tanulóval kezdjük meg. Ez azt jelenti, hogy az alsóbb évfolyamokon nem lett meg a minimális osztálylétszám, így az 1-től 4-ig, tehát az első, másodikat, illetve a harmadik, negyediket össze kellett vonnunk. Az 5-től 8-ig önálló osztályaink vannak. A hétfői menetrendszerű oktatáshoz az ünnepség után alapvető információkat közöltek a kisiskolásokkal és szüleikkel. A nap végén 13 tanszercsomagot osztottak ki egy uniós pályázat keretében a halmozott hátrányos helyzetű gyerekeknek, benne a legalapvetőbb iskolai segédanyagokkal.